Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, engem Aldeberedeknek hívnak, és hát Ádám darma beszéde után azért mielőtt a kérdéseket felteszitek, egy picit szeretnék egy kis átvezetőt mondani nektek egy-két percben. A nyugati misztika ismer egy pillanatot, amire azt mondja, hogy az eredendő bűn pillanata, és ennek a pillanatnak a, a lényege tulajdonképpen, nem más, ha egy kicsit a keleti filozófia oldaláról közelítjük meg, mint sem az, hogy a lélek a fizikai sík univerzumában az anyaggal összetalálkozik, és ebből a találkozásból egyszer csak létrejön az élet. De ez a filozófia azt mondja, hogy a, a, az, a lélek, hogy az átma eredeti minőségei, a szat, csit, ánanda, Totális lét, totális tudat, totális üdvösség. És azzal, hogy összekapcsolódik az anyaggal, és egy ilyen testben megjelenik a fizikai sík univerzumában, és ha úgy tetszik erre a kalandra vállalkozik, amit vár rá, ettől még ezeket az eredeti minőségeit nem akarja elfelejteni teljességgel. És a totális létből az élet fenntartására való törekvés, a, a totális tudatból a tudatosságra, vagy a szellemi emelkedésre való törekvés, és a totális üdvösségből pedig az örömteliségre, vagy ha ilyen közhelyeket is esetleg itt eldurandhatok, a boldogságra való törekvés marad. Úgy is mondhatnám, hogy a szenvedés elkerülése. Na most ebben a kirándulásban, amit a lélek itt tesz, összeütközik az anyagban különböző dolgokkal. Például más emberekkel. Aztán különböző feladatokkal, amik az élet fenntartását szolgálják, és ezt az utat egyáltalán ahhoz, hogy végigjárja. Néha sikeresebb abban, hogy ezt járni tudja, néha kevésbé sikeres. Ennek tökéletes indikátora az, hogy mennyire érzed magadat kiteljesedetnek, ha úgy tetszik örömtelinek, és mennyire érzed azt, hogy szenvedések jelentek meg az életedben. És amikor megjelenik a szenvedés, abban a pillanatban tudható, hogy az anyaggal összeütköztünk, amit eredetileg elgondoltunk magunknak. Azokat a minőségeket nem tudtuk oly mértékben megvalósítani. Szerettük volna, hogy szeressenek, de nem szerettek minket annyira. Szerettek volna, hogy figyeljenek ránk, de nem figyeltek ránk annyira. Szerettük volna, hogy az élet valamelyik területén jobban kiteljesítjünk, sikeresebbek legyünk, ami mind-mind az életünknek a fenntartását szolgálja, de ez nem sikerült annyira, és ennek indikátora visszajelzője maga a szenvedés érzése, ami különböző érzelmi formákban tud megjelenni. Mindenféle piros, zöld, kék, stb. lámpák tudnak felgyulladni az életünkbe, ami jelzik azt, hogy itt valami probléma adódott. Most a keleti út nem csak abban gondolkodik, hogy mi, mik azok a vágyak, amelyek hát ha úgy tetszik, akár akadályt is jelenthetnek az életünkben, hanem abban is gondolkozik, hogy mindezeknek valójában a készbevétele, vagy a kontrollja, vagy a megfelelő kezelése az, amiben a valódi kulcs van. Nézzük meg, hogy mit lehet csinálni egyáltalán itt ezen a földnevezetű bolygón. Ugye először is lehet az anyaggal foglalkozni, ugye? Át lehet alakítani, meg lehet fogni a kézbe az anyagot, lehet teremteni például ilyen csodálatos templomot, és létre lehet hozni az anyagban olyan dolgokat, amik az itt létünket szolgálják. Ugye ez az egyik dolog. Aztán lehet ezen kívül szerepeket is vállalni. Tehát lehetek a társadalomban én valaki, lehetek a gyermekemnek édesanyja, Lehetek egy gyárnak a vezetője, vagy bármi, tehát tudok szerepeket is vállalni, amik mind-mind, ha úgy tetszik, az életem fenntartását is szolgálják. Mit lehet még tenni? Meg lehet élni az örömöket. Ide tartozhat a művészet, és egyébként ide tartozhat a szexualitás. És meg lehet tenni azt, amit ma is itt vállaltatok hogy szellemi fejlődésben vesztek részt. És valójában, ha ez a négy dolog egyszerre ténylegesen ki tud teljesedni az életünkbe, akkor tudunk egy valódi fejlődésen, egy valódi megemelkedésen részt venni. Ha megfigyelitek, sokszor egy félreérthető üzenet fogalmazódik meg a szellemi utakba. Méghozzá az, hogy erről az első háromról, az anyagról, a szerepekről és az örömteliségről le kéne mondani a szellemi érdekében. Ezt nem szabad félreérteni, hogy azért, mert szellemi gyakorlók vagyunk, pontosan ugyanúgy kell tudjuk kézben tartani azt is, hogy örömöket tudjunk megélni, annak megfelelő módján, kell tudjuk kézben tartani azt is, hogy tudjunk szerepeket vállalni, nagyon fontos, hogy az Egoitás vagy az ego illuzorikus mi volt, az nem azt jelenti, hogy eldobom a szerepeimet. És nagyon fontos, hogy tudjak teremteni az anyagban. Nem mondhatok le az összes teremtésemről az anyagban, mert ez, ez az első három az alapja annak, hogy egyáltalán szellemi minőségeket tudjak megvalósítani. Ha nem tudok teremteni az anyagban, nagyon egyszerű, csak mondok egy példát. Nincs egy templomóva be tudok ülni. Hol fogok gyakorolni? Tehát ezek nagyon fontos összefüggő dolgok. Na most mindannyiunk életében jellemzően és általában kimondható, hogy ezen, mondjuk úgy, hogy pillérek vagy utak során valahol élünk meg sikertelenséget, valahol élünk meg szenvedést, valahol élünk meg olyan pillanatokat Ádámot megkövetve, ahol a kezünkben a gyufával elkezdünk játszani. És netán esetleg nem arra használjuk a gyufát pontosan, amire kellene, netán tudatlanságból vagy valami olyan forrásból indulva, ami a múltunkban keresendő. A múltunk általi determinált minőségek által tulajdonképpen a jelenünket és a jövőnket, nem biztos, hogy annyira tökéletesen alakítjuk, mint ahogy azt eredetileg szerettük volna. Gondolkoztam azon, hogy én most beletartozom-e a spirituális biznisz kategóriába azzal, hogy a meditáción kívül az életem során olyan embereknek segítek, akik valahol elakadtak a karmájuk feldolgozása terén, és kifejezetten fókuszálva múltbéli traumákra, olyan programokra, olyan életciklusokra, amik esetleg újra és újra rendszeresen előfordulnak valakinek az életében, vagy, vagy olyan helyzetekre, amikor öm, hát azt éljük meg, hogy az életünk nem egészen úgy alakul, ahogy szerettük volna. Tehát egyéni mi interjúk során foglalkozom ennek a segítésével. Na mindegy, is, hogy beletartozom-e vagy sem. A lényeg az, hogy azt szerettem volna nektek ezzel a rövid kis felvezetővel elmondani, hogy ha lenne kérdésetek ö, felém, akkor én jellemzően olyan kérdést várnék tőletek, ö, hogy ö, ami abban a témában érdekes, hogy ha valamiben most esetleg valakinek valamilyen elakadása van, ha valami olyan téma merül föl, amit úgy érzed, hogy nem tudsz megoldani, és keresel rá egy választ, hogy mi lenne, mi lenne ott a átbillenés, a, a továbbjutás. És ezt azért is teszem, mert, mert azt gondolom, hogy a meditációról, meditáció gyakorlatáról, az erről, tradícióról, és egyébként mindenről, amire eddig beszéltem, Csonganszunim fantasztikus válaszokat fog tudni nektek adni engem követően. De hogyha ilyen jellegű téma van, akkor viszont azt szegezzétek nekem bátran azokat a kérdéseket, ha van. Gyakorlok és meditálok, ismerkedek önmagammal, és nagyon sok minden nem tetszik. És, és most úgy érzem, hogy mint hogyha így rám lenne tapadva egy csomó olyan dolog, amitől én szeretnék megszabadulni. És nem tudom ennek a módját. Uh -huh. Tudsz mondani egy példát? Mi az, amitől meg szeretnél szabadulni? A, a régi időkből, tehát a múltamból ö, olyan dolgok, amiket... Nem jól tettem, és azok most mind mm -hmm. itt, itt vannak előttem. Például gyereknevelés, nem úgy csináltam, más máshogy kellett volna. Most már látom pontosan, de akkor nem láttam. Párkapcsolatban most itt vannak a szemem előtt, és, és látom, hogy ez nem jó. Tehát én egy nem vagyok, egy jó ember. Most ezt érzem. Köszönöm. Én is köszönöm. Ez egyszerre egy nagyon nehéz, és egyszerre pedig egy üdvös pillanat az életedben. Az üdvössége az, hogy erre, ha megengeded most, még relatív fiatalon találtál rá. A nehéz része az, hogy igen, ezzel nehéz szembenézni. A gyakorlás során, a tudatosulásunk során tulajdonképpen elkezdünk képíteni egy az eddigieknél sokkal jobb kapcsolatot a saját lelkünkkel. Ezt értsd úgy, hogy valójában bennünk, a saját tudatunk anatómiája szerint van egy részünk, amit nevezzünk mondjuk elmének, ami a testen keresztül érzékeli a fizikai sík univerzumát. És van egy másik részünk, amit nevezhetünk az értelemnek és a léleknek, ők is nagyon jó barátságban vannak ők sokkal inkább a lelki minőségünket képviselik. Ahogy jövünk, megyünk az életünk során, hajlamosak vagyunk arra, hogy tegyük az életünket elsősorban az elme szintjén. Megtanult sémák szerint, reagálva arra, ami éppen történik, mindezt felülírva vagy, vagy ráborítva valamiféle fajta hitrendszert, amit hoztunk a múltunkból, amit megtanultunk a szüleinktől, vagy, a, vagy nem tudom, az iskolákban, stb. Azáltal, hogy elkezdtél gyakorolni, elkezdtél kiépíteni egy belső kapcsolatot, ha úgy tetszik, azzal a minőségeddel, ami mindenre rálát. Ezzel együtt járhat az, amit azt gondolom, hogy a magyar nyelv nagyon szépen kifejez, hogy megszületik benned a lélek jelenlét állapota vagy pillanata. Azaz, a lelki minőségedből rá tudsz tekinteni mindarra, amit lehet, hogy a múltban nem jól tettél. Ez első pillanatban egy belső turbulenciát hoz létre. Azaz, az elme, amelyik általában mindig arra törekszik, hogy a legkevesebb energiával valamilyen célt elérjen. Ugye van is egy ilyen kifejezés rá, hogy ugye légy természetű, tehát ami, ami hirtelen talál arra rászáll, ott megpróbálja megoldani a problémákat, aztán megyünk tovább. És van egy magasabb rendű minőségünk, egy magasabb rendű nézőpontunk, ami pedig átlátja ennek az egésznek a valódi helyességét. A gyakorlás során ez a nézőpont is megszületik benned. És ez a két belső minőség, tehát azok a cselekedetek, és az elme, ha úgy tetszik, cselekvő formája, és az értelem, a lelki oldalról megvilágított értelem között létrejön egy nézeteltérés. Ami azt mondja, hogy hát igen, ez így nem biztos, hogy helyes, vagy helyes volt. Valamikor a múltban helyesnek gondoltam, de most már nem így tenném. A feladat az, hogy ezekkel igenis nagyon nagyon erőteljesen és keményen szembe kell nézni. Meg kell ismerni az asságát, és meg kell magadban ismerni azt, hogy mindezek a cselekedetek a múltban, ezeknek hol van a valódi forrása. Mert ha megtalálod a valódi forrást, ha megtalálod, hogy miért is tettél akkor úgy, ahogy akkor abban a pillanatban meglátod az összefüggést, és látni fogod azt, hogy ott a múltban nem tudtál máshogy cselekedni. Legjobb szándékkal sem tudtál másképp cselekedni. Avval, hogyha meg tudod ennek fogni az asszságát, ha ténylegesen bátran átlátod az egészet, hogy mi történt, mi volt annak, az eredménye, az a, az a ok- és okozati összefüggés benned, ami lezajlott, ami ahhoz vezetett, hogy akkor ott, úgy és amúgy viselkedj, vagy ahogyan viselkedj, akkor attól a pillanattól kezdve ezeket a belső múltbéli életeseményeket, ha úgy tetszik, kézbe tudod venni. Márpedig amit kézbe vettél, az képes vagy kontrollálni is, amit képes vagy kontrollálni, azt át is tudod magadban alakítani. És itt az életed második fele, ami fantasztikus lehetőség arra, hogy ezt átalakítsd magadban, és fantasztikus lehetőség arra, hogy mindezen megemelkedj. És azt kell mondjam, hogy én nagyon-nagyon hálás lennék, hogyha tudnám biztosan, hogy ezzel most találkoztam, és nem az életem utolsó tíz percében. Köszönöm szépen nem saját elakadás, de mostanában nagyon sokat foglalkoztat, mert egész életemben sérül gyerekekkel foglalkoztam. Ha látnám, miért születik valaki mondjuk egy nagyon sérült testbe zárva? Megmondom neked őszintén, hogy feltételezéseim vannak mindenre. Nagyon logikusnak tűnő feltételezések, és a keleti szellemi út er erről képvisel valamit, de mivel ugye nem látunk rá a múltbéli életeinkre, vagy csak nagyon pici az a rés, amin át tudunk kukucskálni, ezért ebéli életemben erre vonatkozóan személyes tapasztalatom nincsen. De azt feltételezem, hogy mindenki az élete során egy Nevezzük úgy, hogy tárhelytudatra, tudatra az élete eseményeinek jellemzőjét eltárolja. Ez egy nagy memóriabank. Ezen életesemények összessége tulajdonképpen létrehoz egy olyan, nevezzük úgy, hogy érzelmi rezgéstartománybázist, amiben az életünket jellemzően és általában töltjük. Nem annyira bonyolult a dolog, nézzetek meg mondjuk egy olyan embert, akinek valamilyen oknál fogva is, hogy most miért ezt tegyük félre, de többségében az életében kiteljesedő vagy örömteli dolgok történnek. Vagy mondjuk úgy, hogy olyan tudja teremteni az életét. Ennek az embernek többségében és jellemzően az érzelmi állapota valamilyen magasabb szinten van. Jókedv, örömteliség, teremtésnek a a, a, hogy mondjam, az alkotásnak az extázisa netán elégedettség. És ha megnézel egy olyan embert, akinek mondjuk valamilyen oknál fogva, és hogy miért ezt most tegyük megint félre, sikertelenebb az élete, vagy több kihívás van benne, több szenvedés van benne, ott jellemzőbb, hogy alacsonyabb érzelmi rezgéstartományokat találunk. Félelmet, agressziót, netán depressziót sorolhatnám. És az is lehet, hogy a kettő között is találsz valakit majd, aki meg ilyen közömbös állapotban van, nem is örül, de nem is szomorú, stb. Na most folyamatosan változik az érzelmi rezgés tartományunk, mindig vannak dolgok, pillanatok, amikor örülünk, vannak, amikor szomorúak vagyunk, de valami, valahova visszahelyezkedünk jellemzően, és az, hogy hova helyezkedünk vissza, mi ez a bázis állapotunk, az nagyon nagyban függ attól, hogy mi van a belső univerzumunkban feldolgozatlanul. Na most nagy valószínűséggel a dolog úgy történik, hogy ez a belső univerzum tároló egység, mondjuk így, az életről életre jön velünk. Nem emlékszünk ugyan az előzőekre, de az előzőek hatással vannak valamilyen szinten arra, hogy milyen minőségben születünk meg. Tehát azok az emberek, akik valamilyen oknál fogva sérülten születnek, e szerint a logika szerint könnyen elképzelhető, hogy az előző életeikben valami olyan rezgéstartományban, valami olyan terheltséggel hagyták el az előző testüket, aminek következménye az, hogy ebben folytatják. De nem azért, mert valamiféle fajta nagy kozmikus exceltábla most megbünteti őket. Nem. Ez az univerzum rendje, hogy minden úgy rendeződik, amivel, ha úgy tetszik, kompatibilis. Tehát, ha tudatosságban, ö, belső terheltségben valaki valamilyen. Ö, hát minőséget képvisel, akkor ahhoz passzoló módon fog majd leszületni a következő testbe. Tehát nem gondolom azt, hogy lenne valami olyasmi, hogy valahol a lélek csücsül egy felhő szélén, és lapozgat egy ilyen ö, ö, portfólióból, hogy na, milyen szivatást választok ki magamnak a következő életre. Ugye? Nem. Higgyétek el, nincsen ilyen. Tehát egész egyszerűen a köztes állapotot követően, egész egyszerűen berántódik. Ugyanis a lélek és az anyag világa azáltal, hogy ebben a szamszárikus körforgásban annyi-annyi kapocson keresztül összekapcsolódik, nem tud szétválni. Egyelőre legalábbis nem tud szétválni. És emiatt ennek a törvényszerűségnek az okán egy olyan minőségbe születik újra, amilyen minőségben az előzőt abba hagyta, vagy avval kompatibilis minőségbe. És itt a földi útján lesz lehetősége ezen valamennyit csiszolni. Minél tudatosabb egy lény, annál gyorsabban és annál könnyebben tud még tudatosabbá válni, minél kevésbé tudatos, annál lassabb ez a folyamat. El lehet szúrni, tudatosan is, de alapjaiban ez egy jellemző dolog, ha már kezdesz tudatosulni, akkor rakéta sebességre lehet kapcsolni. Engedtessék meg minden jelenlévőnek, ha már ide eljutottatok, már begyújtottátok az egyes rakétát, az biztos. Én arról szeretnék kérdezni, hogy amikor válaszúthoz érkezek, azt tapasztaljam meg, hogy megélem, hogy ki, vagy mi az, ami az én önvalom, és hallgatok a hangjára, vagy megélhetem azt is, hogy ettől függetlenül, hogy önazonos vagyok, ugyanúgy nekem kell kimondanom az utat. Rögtön rájövök a válaszra egy ilyen eleve elrendeltetése, hogy ja, hogyha meditálok, akkor, akkor tudom a választ, vagy csak arra jövök rá, hogy itt van az út, és mindegyik ugyanolyan. Um, lehetőségekkel, vagy nem tudom, nehézségekkel kecsegted, de nekem kell azt mondanom, hogy ezt, vagy azt, vagy amazt. Köszönöm. Megkérdezhetem, hogy mi a te önvalód hangja? Köszönöm. Ad -e neked ez a hang választ. Választást. Akkor inkább így teszem fel a kérdést. Választe ez a hang? Nem. Nem. Akkor honnan kell tudjak választani? A nem duális nézőpontomból hogyan tudnék választani? Tehát választani onnan tudsz, és akkor tudsz minél tudatosabban választani, ha minél inkább sikerült kézbevenned a múltad determináló erőit. A múltunk során létrejött életeseményekből is. Szüleinktől kapott hitrendszerekből, meggyőződésekből is, a hozott minőségeinkből is. És akkor itt szunémot idézve, tehát a személyes karma, a párkapcsolati karma, vagy a családi karma, és sorolhatnám, a kollektív, mi egymás, ezeknek azon részei, amelyek nincsenek kézbevéve, amit nem ismertünk meg, és nem tudjuk, hogy hogy működnek, ezek önkéntelen cselekedeteket és önkéntelen döntéseket hoznak létre az életünkbe. Lehet, hogy azt fogod érezni pillanatilag, hogy te döntöttél, de valójában a múltad döntött. Mégpedig azért, mert a jelenben valami hasonlóságot talált a múlthoz képest. De nem biztos, hogy a jelenben az pontosan ugyanúgy van, mint a múltadban. Tehát, ha szeretnél, minél jobb döntő pozícióba lenni, ahhoz arra van szükséged, hogy minél inkább ezen determináló erők, ezen sokszorta hamis hitrendszerek általánosabb nevén illúziók nélkül látni az életet. Rátekinteni arra a döntéspontra csak úgy, ahogy van. Anélkül, hogy felruháznánk különböző olyan jellegű minőségekkel, amelyek vagy ott vannak, vagy nincsenek. Vagy olyanok, vagy nem. Az mind-mind a múltadból tud táplálkozni. Érdekesség egyébként, hogy minél inkább kézbe veszed a múltadnak ezen részeit, minél inkább, ha úgy tetszik, nem fordítva ősz a lovon, és fogod a kezedbe a kantárszárat, és te irányítod a lovat, annál inkább szoktak, megélni az életünkben több és több lehetőségek. Abban az esetben, amikor nagyon terhelt a múltunk, azt éljük meg, hogy nincs döntés lehetőségünk. Determinált a pályánk, egy vágány van csak. Nincsenek váltók. Amikor elkezdesz gyakorolni, és elkezded kézbe venni a saját életedet, és elkezd az érzelmi rezgéstartományod is emelkedni, ha úgy tetszik, képes vagy egyre inkább azt látni, ami ténylegesen van, és képes vagy egyre inkább kézben tartani a saját életedet, automatikusan elkezdenek a lehetőségek is gyarapodni. Ez az egyik jel arra vonatkozóan, hogy jobban vagy, hogy tudatosabb vagy, hogy több lehetőséged lesz. Tehát, mondhatnám azt is, amikor aki Super Mario-val játszol, és már a hatos pályán vagy, akkor sokkal több lehetőség van jobbra menni, meg balra, meg minden fele. Egyre nehezülnek a pályák, de viszont egyre nagyobb a gyakorlatod is benne. Tehát a tudatosság növekedésével növekednek az életben lévő lehetőségek, és egyre nagyobb feladat áll előttünk, hogy jó döntést hozzunk, azaz egyre inkább kell tudatosságunkkal ott lenni a döntés pillanatában, és minél inkább függetleníteni ezt a múlt által a jelen rábetített prekoncepcióktól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy átadom a lehetőséget nektek arra, hogy Csongan szunimtól is tudjatok kérdezni. Úgyhogy nagyon köszönöm nektek a figyelmet, és bízom benne, hogy találkozunk még itt a templomban újabb gyakorlások során.